Az adománytaxi alapkoncepciója ugye lényegében az, hogy hidakat próbálunk építeni felesleg és szükséglet között, illetve különböző hátterű embereket próbálunk összekötni azzal a céllal, hogy párbeszédet kezdeményezünk, hogy hidakat építsünk közöttük. A Neked a múlt, nekik a jövő című projektünk keretében használt tankönyveket gyűjtöttünk Budapesten, és 14 vidéki tanodába látogattunk el, hogy személyesen nyújtsuk át ezeket. Október 1-én kezdtük a tanodát, akkor nyitottunk meg. Ahhoz képest látni a fejlődést a gyerekek, hiszen már maguktól jönnek, nem kell őket hívni. A tanoda az 3 óra hosszán keresztül tart. Tudjuk, hogy nagy segítség volt az, hogy amit itt tudtatok hozni, hiszen ennyivel kevesebbe kerül nekik, ennek nagyon örülünk. Minden délután tudjuk őket fogadni, különböző alternatív módszerekkel próbáljuk meg őket fejleszteni. Nagyon sok nemzetközi programban próbáljuk meg őket becsatornázni, és mai napon is például Lengyelországban indult el egy 5-10 fős csoportunk. Adománytaxival egyébként nagyon régóta működünk már együtt. Mai napon, ahogy ugye látjátok is, most ugye iskola táskákat, illetve különböző tanszereket kaptunk tőlük. A iskola kezdés az ugye nem ennyire meg tudja terhelni a családi kasszát. Ez egy óriási nagy segítséget jelent számukra. De rengeteg olyan lehetőséget adott nekem, ami alapból nem lenne nekem kézenfekvő. Legutoljára pont egy múzeumban látogattunk, utána ellátogattunk még a Csodák palotájába. És mi akarsz a délben? Hát most jelenleg UK-ison le fogom tenni a cukrászt, és honvédségbe szeretnék eljutni. You want some more, when you wanna leave, let me know. Az Icsiújfalui Utak és Esélyek tanodának 30 diák a tagja, valamennyien az iskola tanulói, jó részük helyben lakik, más részük a közeli településekről, kis településekről érkezik. Nagyobb részük hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, akik a iskola keretei között is sok támogatást kapnak. A új pályázati rendszerben sajnos nem sikerült támogatáshoz jutni, úgyhogy most ilyen csökkentett üzemmódban működik a tanoda, de lelkes támogatók és segítők ezt a munkát végzik önkéntesen. Nagyon jó volt így a terepre lejönni és személyesen beszélgetni olyan nagyon elhivatott emberekkel, akik különféle tanodaprogramokat próbálnak mindenféle forrás nélkül folytatni. És hát nagyon, egyrészt nagyon tanulságos, másrészt nagyon megrendítő volt időnként találkozni ezekkel a tanodákkal, mert látjuk, hogy az életükért küzdenek, meg az életben maradásukért egy csomó helyen. Persze vannak, láttunk sikeres tanodát is, ami egy ilyen modellként működik Bátony terenyén, de van olyan is, ahol már csak a lelkesedés, meg a belső elhivatottság viszi tovább azokat a tanárokat, vagy munkatársokat, akik ezt folytatják. Miközben voltak olyan pillanatok is, amikor meg hát én kifejezetten nagyon-nagyon jól éreztem magam, amikor együtt lehetett játszani olyan gyerekekkel, akik részt vesznek a programban, illetve a családjukkal, akik szintén bevonódnak, amit szintén egy borzasztó fontos dolognak tartok, hogy nem csak egy gyereket próbálnak kiemelni és megsegíteni, hanem az egész családot bevonják ebbe a folyamatba. Igen, szóval az adománytaxiban azt hiszem, hogy ez a legszebb, hogy egy olyan tevékenységet végez, ami már önmagában is egy nagyon fontos, hogy adományokat visz, és tényleg átgondoltan olyan helyekre, ahol ezeket tudják hasznosítani.
De tulajdonképpen ez egy csak egy ürügy arra, hogy találkozzanak egymással emberek, és most ezen a hétvégén is nagyon fontos találkozások voltak szerintem. Nagyon nagy élmény volt a gyerekekkel találkozni és szembesülni azzal, hogy micsoda érték van bennük, és milyen fontos tenni értük, és nagyon-nagyon jó volt azokkal az emberekkel találkozni, akikből így áradta az, hogy tényleg ilyen nagyon tiszta szívben és nagyon átszellemülten és lelkesen dolgoznak ezekért a gyerekekért, nagyon nehéz körülmények között. Nagyon jókat beszélgettünk helyi intézményvezetőkkel, úgyhogy úgy érzem, hogy némi betekintést kaptunk a tanodák sikereibe és ebben problémáiba. Köszönjük a támogatóknak, és folytatjuk a munkánkat különböző tematikus gyűjtésekkel esetleg a jövőben. If you like the way I talk, then why am I on your mind?